5, 4, 3, 2, 1. Most! Igazából ez egy olyan kapcsolat, amit igazából rajtuk kívül mindenki tudott már az első pillanattól fogva, csak elfejtettek nekik szólni, és hogy így hagytak pár évet, hogy így rájöjjen a két nyomi is, hogy ők így egymásnak vannak teremtve, de hogy kedves Alfa és Stefi, vagy Maci és Manó, hogyha így jobban tetszik. Nagyon köszönöm nektek, hogy így léteztek, meg hogy így lettetek, és hogy vagytok így együtt, mindnyájunknak, és hogy nagyon sok boldogságot kívánok, és remélem, hogy a házasságotok szuper hosszú és szuper érdekes is lesz egyaránt, úgyhogy gratulálok nektek! Alfa és Stefi igazából mindig valamilyen formában benne voltak egymás életében, és soha nem tudtak tartósan szétválni egymástól. Ha ez a történet egy sorozat lenne, akkor így az első epizódban kirajzolódna a két főhős, akiknek valószínűleg össze kellene jönni a végén, de aztán annyira fordulatosra alakul az első 5 évad, hogy már a nézők sem mindig biztosak benne, hogy vajon meg fog-e történni, amire mindenki vár. És sok történet közül nekem azért is a tiétek az egyik kedvencem, mert legyőztétek a bizonytalanságaitokat, az elköteleződéstől való félelmet, és helyette a bátorság nyert, és fontosabb volt kipróbálnotok és megélnetek, hogy milyen együtt, mint a kockázatokon agyalni, és azt hiszem, így 5 év után látjuk, hogy ez egy jó döntés volt. Édes kis manópék, nem könnyű most itt állni, hiszen tudod, hogy az érzelmi megnyílás sosem tartozott az erősségeim közé. A helyzetet könnyíti, hogy több mint 100 családtag és barát figyeli érdeklődve, hogy mit is fogok mondani az elkövetkezendő pár percben. Én már nagyon várom a mai estét, a nászutat, a közös családot, az elkövetkezendő éveket, melyek mind az együtt épített házas éveink részei lesznek. Remélem, olyan férjed leszek, amit elképzeltél magadnak, és amikor éppen haragszunk egymásra, akkor is mindig eszünkbe fog jutni, hogy mennyire nagyon szeretjük egymást. Nagyon örülök, hogy te leszel a feleségem, nem véletlen, hogy 3 különböző szertartáson is elvettelek. Nagyon-nagyon szeretlek. Hosszú és kanyargós út vitt minket egymáshoz, amire, ha visszagondolok, szeretem minden kanyarát és zökkenőjét, mert a végén hozzád vezetett. De a kanyargós utak jellemzője, hogy gyakran nem látjuk, hogy mi vár ránk a következő kanyar után. Nekem az, hogy elmentem veled randizni a múzeumkertbe. Volt életem legjobb hajtű kanyarja. Fogadom, hogy én mindig a legnagyobb szurkolód leszek. Támogatni foglak az álmaidban, de a saját álmaimról sem feledkezek meg, hogy boldog és kiegyensúlyozott társad lehessek. Fogadom, hogy igyekszem majd kevesebbet pörögni a lényegtelen dolgokon. És ha rád nézek, emlékeztetem magam, hogy mindenem megvan a világon. Ezt érzem 5 éve folyamatosan, és most is. Várom veled a mai éjszakát, a holnapi mástaposságot, a nászutunkat, hogy családot alapítsunk, hogy együtt megöregedjünk. Várom veled az életet. Tiszteljétek egymást, és legyen időtök lelassulni ebben a felgyorsult világban. Végezetül Stefike és Alfa, kívánok nektek végtelen sok boldogságot. Kívánom, hogy kis hajótok kormányát erősen fogjátok, sok bölcsességgel válasszátok meg az irányt, és ha viharos a víz,
és segítségkel bármikor számíthattok rám. Stefi, ahogy legalábbis eddig megismertem, és eddig is nagyon szerettem, és szeretni is fogom őt, minden boldogságot meg tud adni az Alfának, ami az én öröm anyai szívemnek a legfőbb vágya, hogy boldoggá tedd a fiamat úgy, ahogy én anyaként ezt elképzelem, és ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy meg fogod tenni. Nagyon jó kis ruhát van. Én is téged. Csak megnézem itt a hátulját is. Jó, nagyon. Nagyon jót választottál. Jó, tetszik? Örülök. És melléd is van? Aha. Azt mondtad, nem lesz. Hát hazudtam. Hogy meglepetés legyen.